zenés jótékonysági estet rendeztek csütörtökön a Tiszti Klub nagy termében. Az eseményt a Támaszpont Alapítvány szervezte, akik komoly célokat tűztek ki maguk elé. Sérültek részére rendezvényeket szervezünk, és hát támogatjuk bármilyen, majd a pályázatok által lehetőségek alapján a sérültekkel foglalkozó intézményeket. Mennyire segítőkészek a halasiak? Nagyon segítőkészek, hogyha megtaláljuk azt az embert, akit szeretnek, és ennél fogva miatta eljönnek, de ha itt vannak, és mondjuk meglátják a sérültek által készített termékeket, akkor ebből is vásárolnak, és még a később adományt is szoktak adni, mert úgy látják, hogy értelme van ennek. A városban is találkoznak a fiatalokkal, aztán másfajta rendezvényeken szintén látják a dolgaikat, ezért jönnek örömmel. A közönség soraiban többen is voltak, akik eddig valamennyi ehhez hasonló jótékonysági rendezvényre jegyet váltottak, ezzel is segítve embertársaikon. Szerintem nagyon jó az ilyen jótékonysági rendezvény, és szerintem a halasiak legtöbbje azért is jön el, hogy támogassuk a gyerekeket, úgyhogy ilyen meggondolásból járok mindig el. A mai fellépő, a mai produkció mennyire áll közel az ön szívéhez? Hát az én korosztályomnak való szerintem, és ezért is jó, mert mi ezt szeretjük. Az est fellépője Kacor Feri volt, aki örömmel vállalta el a jótékonysági rendezvényen való szereplést. Ebben a rohanó világban ennek még nagyobb értéke van, mert az a lényeg, hogy szeressük egymást, fogjuk meg egymás kezét, főleg, hogyha baj van. És én azt tartom, hogy ha baj van, akkor összefognak az emberek. Ha békés időszakban esetleg el is mennek egymás mellett, de hogyha baj van, akkor összefognak. Én ezt látom. Milyen repertoárral készült Kiskunhalasra? Hát próbáltam, ugye nemrég voltam Pirton, és hogy egy kicsit másabb legyen, tehát ugye vannak a kötelező dalok, amiket el kell, hogy énekeljek, úgyhogy összeválogattam úgy, hogy ne legyen unalmas, de a kötelezőek is legyenek benne. Az est során befolyt összeget a tervek szerint a Benjamin lakóotthon fiataljainak nyári kikapcsolódására fordítják majd.